Tisztelt ünneplő közönség! Dr. Hegyháti József ügyvezető igazgató úr köszöntőjében külön is említette, hogy a radioaktív hulladékok elhelyezése csak a nyilvánosság és a helyi társadalmak bevonásával képzelhető el. Annak érdekében, hogy a befogadó közösségek ismerjék az RHK törekvéseit, felkészülten tudjanak véleményt formálni, és ha kell, akár népszavazáson dönteni, a társaság a tájékoztatás különböző eszközeit használja. Így gyakran hívja segítségül a sajtó munkatársait. A 10 éves születésnap alkalom arra, hogy a radioaktív hulladékokat kezelő közhasznú nonprofit Kft. Hosszú éveken át végzett magas színvonalú, a magyar radioaktív hulladék elhelyezés különböző területein végzett munkákat tárgyilagosan és egyben hitelesen bemutató újságíróknak, tudósítóknak, valamint szerkesztőségeknek RHK média díjat adományozzon. Ebben az évben 4 újságíró és 2 szerkesztőség részesül az elismerésben. A díjak átadására felkérem Hegyháti József urat, az RHK ügyvezető igazgatóját. RHK média díjban részesül Szepesi László úr, a Magyar Rádió Krónika Tolna megyei tudósítója. Felkérem Szepesi László urat a díj átvételére. RHK média díjban részesül Vida Tünde, szabadúszó újságíró. Felkérem őt a díjátvételére. Erdős Vera, a Magyar Táviratíróda Eponews szerkesztősége munkatársa, és Ötvöz Zoltán újságíró, a Népszabadság munkatársa, a szerkesztőségi elfoglaltság miatt a díjat később veszi át. A szerkesztőségek közül RHK média díjban részesül Magyar Televízió Pécsi Körzeti Stúdiója, a díjat átveszi Németh Zsolt stúdióvezető. RHK média díjban részesül a Tolnai Népújság szerkesztősége, a díjat átveszi Lengyel János főszerkesztő. A díjazottaknak gratulálunk, és további eredményes munkát kívánunk a hiteles és közérthető tájékoztatás érdekében.